Üdv mindenkinek! Ígértem egy szkíta forrásos sorozatot, csak hát ugye rengeteg forrás van, aztán válogatni kell belőlük, mik azok, amik talán érdekesek lehetnek. Alcaeus Krisztus előtt 600-ból azt az információra alkodott. Aztán Hecateus Krisztus előtt 6. század, 5. század derekán élt. Ő Kareintis szkíta városról tesz említést, az úgynevezett melan klánokról, fekete köpenyesekről, mint szerinte szkíta nép. Aztán, ha már a szkíta népeknél tartunk, akkor a mirgéták, az iszepuszok, az edook, a jamok, az iszédónok vannak említve. Városok kapcsán pedig a Kardeszusz, Kaspapírusz, talán itt a Kaspitenge neve rejtőzhet. Egyébként így fonetikailag a szótöveket, hogyha ráértek, meg gondoljátok, akkor fejtegethetitek ti is. Illetve volt egy Gandári nevű város. Aztán Héráklei Hérodor Krisztus előtt 515-ben írja, hogy Herkules szkítaiakkal élt, és tanítója is egy szkíta mester volt, akit Teutarnak hívtak. Ugye itt a tatár, magyar ősmegyek a rokon tatár nép neve lenne az, ami talán rejtőzik. Aztán Prométheus volt a szkíták királya. És idején ugye a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat, ezért az élelem elpusztult. Ezért őt a szkíták bilincsbeték, majd megérkezett Herkules, aki a folyót a tengerbe terelte, és feloldotta béklyóiból Prométheuszt. És innen ered az a mondás, hogy Herkules megölte a Sast, és megszabadította bilincseiből Prométheuszt. Aztán Hellanicus Krisztus előtt 5. században írja, aki a kimmeri Boszporon áthajózik, ott sindokat és méotiszkítákat lel. Én most fonetikusan ejtem ki a szavakat, hogy tudjátok, hogy hogy kell leírni. Amadókok szkíta nép. Hérodotosz írja, hogy a pásztori szkíták kiűzik a kimmereket lakhelyükről, ők pedig Kis-Ázsiába törtek, ugye Ázsiátnak hívták ekkor Kis-Ázsiát, de az minden esetben Kis-Ázsiára vonatkozott, elfoglalták Szárdiszt, kivéve a fellegvárat. És Szárdiszban ekkor, ami ugye Lídiában van, és Krisztus előtt 7. században járunk, Ardisz uralkodott, Gigesz fia. Aztán a mit szkíta kapcsolatokról is szó esik. Ciaxes király gyermekeit a szkítákkal tanította meg nyilazni. És nyelvet tanulni is a szkítákhoz küldte ezeket az ifjoncokat. Viszont egy vadászat után üres kézzel tértek haza, amin bedődött a méd király, és ebből konfliktus támadt a szkíták és a médek között, mely után ugye a szkítiáknak menniük kellett, mégpedig Lídiába. És aztán innen őket, mint büntetésre várókat a méd király követelt, hogy adják ki, de ezt megtagadták, ezért kitört a méd lídiai háború, ami 5 évig tartott. A szkíta királynak nagyon érdekes neve van, Magyasz, Mad Y Asz. Ez Aszosz, ez görög képződ, ha levesszük, akkor Magya a neve. És itt volt egy méd-asszír háború is, amikor is Ciaxarész ellen tört ez a Magyasz nevű szkíta király Ninivénél. Tehát valójában az történt, ugye, hogy amit említettünk, a földműve szkíták kiűzik a kimmereket, akik Kis-Ázsiában menekülnek, és a kimmerek nyomába ugye az üldözők bejutnak erre a vidékre. És ugye itt Média, Asszíria, Lídia, stb. Államok leledzettek, és ekkor ugye a szkíta király neki ront, ez a Magyá, neki ront a Ciaxarész méd uralkodónak. Aztán van egy érdekesség, egyébként ebben a csatában a szkíták győznek. Van egy érdekesség, hogy ezt is Hérodotosztól tudjuk, hogy a szaszpír nép, ugye itt a szabirokra kell gondolni, a médek és Kolchis között éltek. És a Kaukázusnál említi egy szkíta-méd csatát még, amit a szkíták nyernek és elfoglalják Kis-Ázsiát. Innen pedig Egyiptomba mennek, viszont Palesztinánál Elibük megy, Psammetiech egyiptomi király, és hát lefizeti őket gyakorlatilag.
Visszafelé Szíriában a szkíták kifosztják Afrodité Ascalon városában lévő templomát, és arról azt lehet tudni, hogy ez a legrégibb Afrodité templom, amit ismer a történelem. Aztán jön a Cyrus féle masszagét a háború, ugye itt Tomiris, de itt megint csak a Tamár, Tomír név lehet ismerős, Taktomir volt egyébként az oláhoknál Tohomérius is, aki a Basarab klán feje, és ő tatár származású volt, tehát megint így azokhoz a népekhez kerülünk vissza, akik ugye az ősanyarok legközelebbi rokonai. Hát én a szkítákban egyébként ilyesmit látok, egy ilyen ősmagyarokkal rokon népességet, de hát ezt mindig is hangoztattam. Na mindegy. Akkor vannak ilyen nevek, hogy Spárgapiz, az a Massagéta vezér, aki egyébként Tomír vagy Tamár hercegnő fia, fogságba esik, öngyilkosságot követel. És akkor a Massagétákról megjegyzik, hogy a napra esküsznek, akit úrnak neveznek, és a napra esküdve esküszik egyben bosszút Cyrus ellen, vagy Kúrás ellen, ez a Tomiris Tamár hercegnő is. Istenek közül csak a napot imádják, akiknek lovat áldoznak, az istenek leggyorsabbjának az állatokét. A második könyvében Herodotosz leírja, hogy Sestostris, Egyiptom királya, meghódítja a trákokat és az európai szkítákat. Aztán jön a Hargita király, azaz Targitaosz, aki Jupiter és Boristen folyó lánya. Boristenész, tehát Boristen folyó lányától származik. Fiai neve Lipoxais, Arpa Xais, Kola Xais, ugye itt az Arpa köles Grand Pierre féle megoldásban. A Lipo pedig valószínűleg a zabot jelent. Aztán ugye az égi ajándékokról is szót ejt. Eke járom csésze, két élű fejsze, mind aranyból. És ugye a magyar népmesei párhuzamok jönnek elő, hogy a legidősebb nem tudja ezeket felvenni, mert égnek még. A második is ugyanígy jár, és a harmadik a legkisebb fiú, a legkisebb királyfi. Az, aki, ugye Kolák Szaisz, akinek sikerül gyakorlatilag fölvenni, ezért őt választják meg a puszta urának. De ez teljesen analóg a magyar népmesékkel, ugye a hármas szám megjelenik, és mindig a legkisebb. Örül a végén. Lipoxaisztól származtak az aucsaták, vagy aucshaták, nem tudom, hogy kell ejteni. Arpoxaisztól származtak a katyárok és a traspiszek. Koloxaisztól a paralátok. Mindnyájuk neve közösen Skolot, kiket a görögök szkítáknak neveznek. Tárgynak áldoztak Dareios benyomulása idején is. Koloxaisz földjén három ország volt. Egy havas északi föld, ez valószínűleg Szibéria, nagy pejhekben akadályozta a mozgást a havazás. Aztán Herkulesről is szó van, aki a vihar után lovak nélkül marad. Ezen a Hilaa vidéken, ez egy erdei vidék, ott Szkétia határában, valószínűleg ez a Finnugor Baraba erdőség, vagy valami hasonló lehetett. És itt egy barlangban talál egy félig viper, a félig nő démont, aki megparancsolja, hogy háljon vele, és visszaadja ezért a ménesét. Ebből a názból három fiú lesz, Agatirs, aki az európai erdélyi szkítáknak, az Agatürszöknek a nevével, azonos Gélón, és Szkítész, ugye akitől maga az egész szkítaság a nevét kapja. Herkules egy íjat és egy övet csészével hagy ott a viperanőnél, hogy az a fia, amelyik ezeket megfelelően tudja használni, övé lesz gyakorlatilag az örökség. Aztán, ugye a szkíta masszagét a háború kapcsán és a szkíta kimmer háború kapcsán tájegységek is vannak említve. Ugye a szkíta masszagét háború az a Kuraraxes folyónál zajlik, ugye a Baktria környékén, míg a szkíta kimmer háború a Gyeszner környékén, tehát az orosz cseppen. De Aristeas, Iszédon, Arimasp, ugye az egyszeműek, arany, őrző, griff, pák, griff madarak, hiperboreók, ugye ez az északi népek, és a tengerig tartó uralmukról ejt szót, és megint ilyen dominó elve van, hogy a arimaszpok megtámadják az iszédonokat, akik a szkítákat, akik a kimmereket, és ugye ez az előbb említett szkíta-kimmer háború. Boristéniak kikötője, akik egyébként a földművelő szkíták, Szkítiában a kallipidák, ugye ez a görög szkíták, görög szkíta keverékek, itt a pontuszi vidékeken, alazónok, ezek megint csak földművelő szkíták, neurok, és akkor egy erdőség is említve van, Hilaa,
sivatag után pedig emberfalók, akik nem szkíták laknak. Majd a kihalt vidék. Gerulsz folyóján túl királyi szkíták élnek, a Taurisig, a Meotisig. Fekete köpenyesek pedig, akik nem szkíták, a mocsárvidéket és a sivatagot lakják. Tanaiszon túl a sauromaták, budinok élnek, utóbbik erdőben. Tisszagéták, vadászok, tirkák fáról vadásznak, mégpedig úgy, hogy elfektetik a lovukat, a kutyájuk lesben áll, felmásznak a fára, nyilaznak, és akkor onnan leugranak a fáról, és lóval veszik üldözőbe a megsebzett vadat. Aztán vannak az úgynevezett elpártolt szkíták, aztán a kopaszok, akiket mongoloidoknak írnak le. Fura a nyelvük, de szkíta ruhában laknak, szentek, senki nem bántja őket, ők a bírák, hegylábánál laknak, nevük pedig Agrippaok, talán a tibetiek, vagy valami buddhista népesség lehet, vagy a buddhistákat megelőző ilyen jógi emberek lehettek ezek. Aztán kecskelábú emberekről, meg hat hónapig alvókról beszél a forrás, de ezt Herodotosz nem hiszi el. Aztán iszédónok, egyszeműek, megint csak aranyőrző griffek, arima spú jelenti, hogy egyszemű, megint csak sumér nyelven lehet ezt lefordítani, arima spúk, ugye lenne a fényszemek népének a neve. Hideg vidéken laknak, ahol szarvtalanak a marhák, tehát nem nő szarvú a hideg miatt. Aztán öt szkíta folyó neve említésre kerül, a poráta, a tiarant, az arar, a naparis és az ordesz. Itt lehet megint csak magyar szógyököt találni. És az agatűrszök földjén, Erdélyben mi a folyó neve, Herodotosz szerint? Maris. Tehát a maros név lehet ismerős. Aztán a Hamus csúcsairól Atlas és Auras folyó folyik le a szkíták földjén, Tibisis, talán a Tisza lehet ez, Trákiában pedig az Atris Noész Artán folyók folynak. Ombrikok fölötti vidékről Carpis Alpis folyók folynak, ugye Kárpátok Alpok kapja a nevét. Mind az Iszterbe ömlik, azaz a Dunába, ami a keltáktól ered, aztán Hippolaus foka van említve, Ceres templomával, Boristenes folyó mentén. Aztán a Tanaisz folyó is említve van a szkíták kapcsán, ami elválasztja őket a sauromatáktól, tehát egyfajta határ folyóként jelenik meg. Aztán az istenekről is van szó. Vesta, Jupiter, Föld, akit Jupiter nejének gondolnak a szkíták, Apolló, ezeknek áldoznak, Égi Vénusz, Herkules, Mars, és a királyi szkíták Neptunnak is áldoznak, akit aztán a szkítáknál Vestát Tabitinek hívják, Jupitert Papausnak, a Földet Ápiának, Apollót Ötosírnak, aztán Vénuszt Artim Pasának, Neptunt pedig Tamimasádasznak is hívják. De csak Marsnak építenek templomot, oltárt és szobrokat az áldozáshoz. Marhát áldoztak, lovat áldoztak, ugye ez a holdvilágárgó, és ezek kerülnek elő. Aztán a Mars oltár az úgy nézett ki, hogy ilyen veszőből építettek egy dombot, azon egy négyszögletű területet alakítottak ki, három meredek és egy feljáró oldallal. Ezen egy vaskardot helyeztek el, mint Mars a hadúr jelképét, és 100 fogolyból egyet feláldoztak, elvágták a nyakát, a vérét edénybe folyatták, ezt ráöntötték a kardra, levágták tőből, azaz vából a karját, elhajították, ugye a jobb kart, és ahova esett, ott puffant, vérszerződésről is ír, agyagedénybe bort tettek, ebbe vért csepegtettek, belemártották a nyílveszőt, a dárdát, a kétélű fejszét, és ugye erre esküdtek, vagy ezzel szerződtek, ugye ezt kíták. Aztán a királyi sírhelyek kapcsán, ami Gerhusban vannak, tesz említést. Egyébként a király halála után a testét mumifikálták, tehát viasszal vonták be, kibelezték oda mindenféle szalmát és egyéb növényi összetevőt helyeztek, szekérrel nem más nemzetiségekhez hurcolták a holttestet, és ott úgy gyászoltak, akik elfogadták királyunknak, hogy megvagdosták magukat. Urgánt építettek, leölték az ágyasokat, a szakácsot, a pohárnokot, a lovászt, az inast, a hírnököt, a lovakat, és azzal együtt temették el az uralkodót. Szó esik a kábítószer használatról, ugye a kender, egyfajta ilyen izzasztókunyhomba tették a magvait, azt lélegezték be, inhalálták, illetve a tisztálkodószer kapcsán a nők ilyen különböző illatos növényeket összegyúrva, ilyen gyurmával
ápolták a testüket, és egy nap után leszették, és az jobban tisztított, mint a mai tisztítószerek. Aztán Cicuszi istenanya ünnepéről is szó esik, melynek kapcsán egy elgörökösödött szkíta, Anakarisz lelte halálát, Anakarisz, aki Hilában, tehát a szkítia melletti erdőségben találta magát, ahol az emberek doboltak, ülték ezt az istenanya ünnepet, és különböző bálványok, képeket aggattak magukra, köztük ez a elgörökösödött szkíta is, ezt észrevették a szkíták, Saulis király, érdekes a Saul név, megölette ezért Anakarsziát, és hát ebből talán azt a következést levonni, hogy itt igazából ez a bálványimádó, dobolgató vallás, az talán a szkíták határvidékén, az erdőben élő finnugor vagy altai népekre lehetett jellemző. Nevekről is van említés, Dantirsz király, Gnurus, Lietz, Spargapit király, Agatürsz király, Szilész, Ariapit és Ópia királyné. Nyílhegyekből készítettek a szkíták egy óriási üstöt a Boristen folyónál, Exampusban. Ugyanis Ariant király parancsot adott, hogy minden szkíta adjon egy darab nyílhegyet, és ezt egybeöntötték, és egy hatalmas nagy fémüst lett belőle. És ez pedig Pausanias, Kleombrot fia szentelte fel. És itt található Szkítia földjén, a Tiresz folyó mentén, sziklában Herkules vélt lábnyoma is. Innen folytatjuk.